exclusive. Excuses only produces abuses that uses the looses of ends that tend to send the false in a sense. Figyelem, figyelem! A Beregszázi Barátság stadionban előjönnek a bírók Mitrovszky, Rogács, Skúra és Babic segítségével a Mester 3-as, a 4-es majd lentről segít. A fekete-fehérben vannak a Munkácsi csapat, aki ott hol kikapott a Beregszázi csapattól, és most ide új reményekkel érkezett, és a Beregszázi csapat itt vannak felállásba. Kucsinka, Bukszár, Skakun, Mikitisi, Mikulaninec, Krasnoslik, Tatinec, Titanic, Koutun, Hicska, Viscsák és Luca Laci. Ebbe a felállításba jöttek ki a beregszásziak, ahol ma Koutun Vasili, a csapatkapitány, a karmesteri engedélyt kapta szallagot, és a vendégek Andruskó, Vesdél, Gogercsák, Buda, Truhán, Nuriev, Antosin, Racin, Vasili Zsenko és Tracsuk és Filip a kezdő csapatba, és az edző Szilvási Zoltán és Füzér Iván. A partjelzők bevizsgálták a hálókat, kiszedték belőle a 6 gólt, amit rúgtak a Zifika Beregszászi csapatnak, és elkezdődött a mérkőzés. Итак, сегодня на нашем стадионе заключительная игра чемпионата Закарпатья по футболу между командами Берегово и Мукачево. Мукачево в сине-белых, слева направо играет Берегово бело-красных. Bukszárhoz kerül a labda. Bukszár gyönyörű labdát indít Luca felé, merre veszi Luca. Ott vannak a szőr, Kucaká, jaj, de gyönyörű, ott van, lőtt azt a labdát, és gól! És gól, és bevágja! Bevágja! Viscsák! Viscsák Erik bevágja az 5. percben. És megvan az a gól, ami miatt kijött a csapat ma. Gyönyörű volt, tessék megnézni még egyszer. Luca, azt hittük, hogy nem, pedig igen, botlakozás ide-oda, bütyökkel, nem számít, hogy csúnya gól, de szép gól, Viscsák Erik. Bravo! 1-0-ra vezet a Beregszázi csapat. Erik, Viscsák, emelt fel a kezed, hadd tapsoljunk meg. 1-0-ra vezetnek a mieink. Köszönjük szépen! A karmester ma irányít hátulról, előről, mindenütt, pláne ha gólt lőne, vagy négyet, akkor ő lenne a bajnokságban a gólkirály, de most még nincs nála. Bukszár gyönyörű csel, Bukszár lendületben van, szép labdát engedett el, és ott van Koutun, ott van Koutun, utaléri a labdát! Koutun cselezni fog, ki cselezte a labdát? Ott van még egy csel, Koutun még egyszer! Koutun lő egyet a kapura, és gól! Helyett kapu mellett megy el a labda. Így lehet agyvészés kapni, vagy szívinfarktust, amikor Koutun megy el, és szó nélkül bombáz egy olyan 20 méterről, és már mindenki azt hitte, én innen láttam, hogy gól, de kiderült, hogy oldalról ment be. Tehát egy fél gólt lehet számítani, másfél nullra vezet, másfél egyre vezet, Beregszász. Jaj, de érdekes. Jó, gyönyörű támadás. Buda, Buda, Buda. Truhán. Buda felé adja, de nem mondták neki, hogy ott van Bukszár. Jaj, Lacikám, elég Lacikám, elég Lacikám! Ott van Laci, ott van Laci, ott van Laci! Hosszan szökteti magát! Hosszan szökteti magát! Hát nem hát igen, azt hitte, hogy ha korcsolyát fesz fel, akkor ezt utol is éri. Munkácsi csapat támadását láthatnánk. A bíró nem zavar. Nuriev kapura lő fölé, köszönjük szépen. Szép lövés volt, de 1 méter 14 centire ment fölé. Hicska átjött erre az oldalra, ezért zavartuk meg egy kicsit az ellenfelet. Gyerekek, adogatsatok nyugodtan hátul. Úgy, Hicska. Gyönyörű labda Koutun felé, leveszi belre! Ott van a 16-oson belül, csinál egy cset, még egy cset Koutun! Lő egyet kapura, és mit védett Andruskó? Koutun bombáját védte a kapus, annyira megijedt, hogy azt hitte, hogy pizsamában van az ágyon, kinyújtózkodott, és elkapta a labdát. Aztán jött rá, hogy ő védett. Óriási támadást láthatunk a Beregszászi csapattól. Bravo! Koutun, csinálja a cirkuszt! Lehet, hogy hozzák a hordátyat, és 3-4 ember kórházba fog kerülni, amíg éneket csinál Koutun. Szép támadást a munkácsiaknál. Még mindig ott volt, Nuriev volt az, aki elment. Most pedig beadják a labdát. Vigyázz, vigyázz, vigyázz!
és fölé rúgják, köszönjük szépen. Valaki azt mondta SMS-ben ennek a munkácsi csatárnak, hogy a kapu fölött van még egy, és ha abban lövöd be, akkor kettő gólt számít. Nem az számít, hanem az számít, hogy egy méterről elrúgta a labdát fel. Krasznoslik. Mikitisin. Viscsák, 25 méter, Viscsák, micsoda labda, micsoda labda. Óriási lövés a másik oldalról, Icskótól ér a labdát. Igen, megfogja, 3 milliméterre adja a labdát, és ott fogja meg a vonalon. Bukszár pedig csinál egy, jaj, de gyönyörű csel! Bukszár még egy csel, és ott van Hicska. Hicska elmegy, Hicska mit csinál? Felrúgják a térdit, szétrúgják, darabokja fogják összeállítani, jön a műtét, de nem Hicska, azt mondja, orvost vissza, elég, ha csak jön a mentő, és sajnálnak egy kicsit, mert az arcán rá van írva egy forgatókönyv. Gyönyörű labda, oda, háj, ha elment Vont Luca. Hazaadják, és Andruskó Júri pedig nem tudja kézbe venni, csak bele tud bűnkodni. Ott a labda, ott a labda, ott a labda, Hicska, Hicska, add le ezt a labdát, add le, lőd be, nem, és ott van, mi volt, mi is oda helyzet, és Koutun volt az, aki gyorsan előtte még kellett volna cselezni. Micsoda lehetőség, micsoda labdakezelés, Titanic, 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 jaj, de gyönyörű! Mi csinálsz, Kakun? Tessék megnézni, azt egy két ember közt. Kidobják, bedobják a levegőbe, a bíró azt mondja, van kölcsönös sárgám, figyeljetek, lesz-e? És azt mondja Gogercsáknak, kapsz egy sárgát, az a szerencsétlen el akart menni, te meg le akartad fűrészelni a két lábát. Hát mi vagy te, fatelepes vagy, mi az Isten? Saját erdőd van. És próbálnak lopni, előre próbálnak menni, de már nincs értelme, a hab nincs meghabozva a vonal. Száll a labda befele, jaj, de gyönyörű! Melre veszi, óriási lövés, 11-es, nem ad a bíró. De szögletet igen. Vajj, micsoda okos dolog volt, tessék megnézni, még egyszer, átemeli Viscsák, leveszi melre, bomba gól, jobb kézszabály, oda volt tartva. Igen, ez nem számít, de most jön a szöglet. Titanic szöglete. Száll a labda, atya ég, ott a kapus, azt mondja. Kiment. Hogy lehet így rögni egy szögletet, hogy elmegy a bejárathoz, ahol éppen most engedik be az embereket saját biciklikkel, vizsgálják, hogy mennyi levegő van egy kerékben, mert veszélyes, múltkor is felrobbant két bicikli a nyáron a melegbe, és az egyik gyereknek kilőtte a szemét a szelep. Itt pedig nagyon óvatosan esik az eső, és ezért a pálya egy kicsit csúszik, pontosabban nagyon. 16-ossal Mikulaninec megy el. És elmennek, és ott vannak, és beadják, és Pása! Tudta Pása, hogy ott fog bemenni a labda, és akkor, ha bemegy, akkor gól. De azt mondták neki az edző, be ne engedjed, és Pása mit művel, tessék megnézni. Kinyúlt, mint egy gumimatrac, és kivét ezt a labdát, úgy lett belőle szöglet. Szöglet lett az ártatlan Munkácsi támadásból. Titanic feláll! Gólyalába van Titanicnak, és most nem lássuk a 15 centi nagyságú játékos törpe, aki gólyalába játszik az első félidő utolsó percében. Micsoda labda! Ott van Titanic, de gyere Tita, gyere Tita! Nála van a dobik, mindig nála a kisebb elé, kiemelik a labdát! És Mikulá, Viscsák már megint nála! Koutun, Koutun, Koutun! A talpa alatt elcsúszott a labda, ott volt megint a helyzet. A beregszászi csapat kontrás csapat, ezért volt 6 győzelmük idegenben. Mert beszorultak, és kontrával megetették az embereket. Oj, de szép volt, mit művelt? Micsoda testcsel, micsoda testcsel. Erígy, erígy, és Luca elmegy. Luca ott van a 16-os, ott a védő. Luca elmegy megint, most adja be a labdát. Ott van a labda, ott van a labda, hagyjad, lőd be ezt a kukát. Gól, 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 gól. Titanic! Titanic a kisember, kinyúlt, szárnyakat lobott, a hullámok szétmentek, mint Jézusnál a nagy show műsorban, és bevágta a labdát! Titanic! 2-0! Tatinec Mikolás! Óriási gól! 2-0! Kellett a kettő! Tatinec Nikolaj, номер 3. Под кодовым названием «Титаник 2-0». És süllyedni fog a csapat, mi pedig emelkedünk is szárnyakra. Hajrá, Beregszász! 2-0, 5 perc maradt hátra.
Náló ott van Munkácsnál a labda, beadják a labdát, kapura fognak lőni, pontatlanul saját kapuba, majdnem, Mikulaninec. Skakun micsoda labdát adott Koutun előtt, ott van a kubuk, és elmegy Koutun, még mindig ott van Koutun, itt gyere Koutun, ide gyönyörű lett volna. Gyönyörű labda Luca felé, Erigy Luca ott a kapus, és ott van, nem, megcsinálja hidegi, Gogercsák hidegvérrel megcsinálja azt a cselt, ami csak azt az egyetlen cselt lehetett megcsinálni, és vállalta, mert van vér a pucájából. És a bíró azt mondja, gyerekek, ennyi elég volt a második fél időre, hagyjatok is még egy kicsit. Marad a 2-0. Hölgyeim és uraim, kedves tévénézőink, szünet következik. Viscsák Erik. Erik, gyere! Ott van Hicskánál labda, ott vagyunk 4-5-ön, tessék megnézni, Hicska cselezni fog. Egy csel, Hicskánál labda, még egy csel, kinek adott, gyönyörű. Luca, lő egyet is, atya úristen! Luca bombázik, és az a 7 centi, ki van ott írva 10 meg 5 meg 20 centik a kapusnál, vannak sárga pontok, és ez pont a 7-es pontnál ment el a labda. Ilyet apám, hogy a 7-es pontot tanálja el, ez azt jelenti $7,000 tartozik a csapatnak. Nem baj, nyáron jó lesz egy bográcsra. Kirugás! Fordulj meg! Lép a szájába! Kimegy a labda bal oldalról, micsoda király! Elmegy az óriás! Gulliver! Jaj, micsoda labda! Mikulás, vigyázz! Gyönyörű labda! Háj, Koutunhoz kerül a labda! Koutun ecsel, Koutun még mindig nála a labda! Adod a labdát, tessék Lucánál el, ott van a másik oldalon, Hicska, kutya úristen itt! Hicska, rúg hátra azt a labdát, és ez nagyon elment. Szép lett volna, szép támadást láthattunk volna, de nem, éppen most sántikál oda Buda Péter, lecserélték, meghúzódott a lába. Cselezni próbálnak, fölösleges volt, köszönjük szépen. Mikulás, gyerünk, ott a szánkó, lőd meg, és elmegy Luca, és ott van Luca Ecsel, és Luca mi a kutya úristenit, ajj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 aj
húzok egyet rajtad, hogy de hát mindegy, ilyet már nem fogunk csinálni, mindegy. Viscsák Eriknél a labda, Luce és Koutulu felé megy a labda, Koutulu felé, de ott a játékos, és itt van Mikulás. Mikulás rögtön csinál egy cselt, és elmegy Mikulás. Hópehelyke nélkül, Mikulásnál a labda, Mikulás, most adja be a labdát, kinek ott van Röjbasztal, atya úristen, Viscsák Erik! Ha kapufán ott ült volna egy harkály, egy varjú, nagyon izgalmas volt, de már nem lehetett mit csinálni, csak kapásból lehetett lőni. Szépen játszották meg a labdát, Bámolna kapura lesz lőve. Óriási szép lövést láthatunk, bomba szép erős. Meglőtt Antonisin Dmitri volt az, aki meglőtte a labdát, lefele csapódott. Ilyen gólt kapott múltkor a Beregszászi csapat, amikor Bégánnyal játszottunk. Skakóhoz kerül a labda, Koutun megy, könyörög, nem? Koutun, igen, ott van Koutunnál a labda. Micsoda labda? Viscsák, emeld meg azt a labdát, és nem, és nem, és nem! Hát miért nem akarod berugni? Azért, mert nekem elég 1-0, azt mondtam keresztanyámnak, hogy egy gólt fogok rugni neked születésnapod alkalmába. De... Viscsák Erik 18-assal, ő lőtte a gólt. Tapsoljuk meg Eriket, köszönjük szépen a szép gólt, és 2-t nem rúgott be majd a következő fordulóba jövőre. Kahanec Juri 4-es számmal érkezett, és ott vannak hátul a királyok. Megemelik a labdát, Kahanec gyönyörűen vette le mellre, micsoda labda, Koutunhoz kerül, Koutun beadja a labdát és gyerünk, Luca Lacinál a labda 16-oson belül, Luca Laci 16-oson belül, mit csinálsz a kutya úristenit? Ez még izgalmasabb, szívinfarktus, agyvérzés, vakbélgyulladás, mit művel ez a fiú, Luca Laci, már azt hittük, hogy igen, lőd be ezt a labdát, mellette kapásból, de nem, Titanic megy ki szögletet adni. Gogercsák jobbra. Támad a Munkácsi csapat. Támadna. Labda kell. Titanikhoz kerül a labda. Titanik megrúgja Koutunhoz. Koutunál labda. 16-oson belül Koutun. Fog csinálni egy cselt. Koutun. Ott a labda. Gól! Gól! Koutun.
3-0-ra győzünk, mondta az edző, mikor kiszálltak a buszból, mert a kipüfögőbe volt vezetve a buszszalonba, és a játékosok köhögve szálltak ki, az edző röhögött, és aztán hármat lögünk, és Koutun Vasil volt az, aki megérdemli, és 3-0 az eredmény. Óriási, bravo! 3-0-ra vezette a Beregszász. Vasili Koutun! Bukszár gyönyörűen befejele a labdát. Koutun! Kapásból ő egyet a hosszú sarokba mellé megy. Bravo Koutun! Vasili felemel a jobb kezét, mutatja, hogy láttam, éreztem, kapásból muszáj volt lőni. Bukszár fején pattan a labda. Ott a csapatkapitány. Óriási lövés. Pása! Kucsinka pása. Védett, és Truhán Mihail bombáját védte. Ide gyönyörű labda, ott van, mit csinál? Elmegy Luca! Nem, még mindig nálam, elmegy Luca jobb oldalon. Most adná be a labdát, csinál egy cselt. Egy csel Luca, még mindig nála a labda, most száll be a labda másik oldalon. Titanic leteszi, Hicskához kerül a labda, lő egyet is a kapus a helyén. Bravo, szép támadás a Beregszázioktól. Bukszárhoz kerül a labda. Gyönyörű Bukszár most emeli meg a labdát, és elmegy Luca, Luca! Ott van Luca, ott vagytok, 45-en Luca! Ott van, lőd azt a labdát! Hova a kutya, úristenit! Luca agyvérzés hordozó játékos ma! A fiam, vedd le a hátizsákot a hátadról, mert benne van egy varázspók, aki nem engedi, hogy belőd azt a labdát. 5. Luca helyzetet láthattuk. Ajjajjajjajjaj! Luca! Óriási labda bal oldalra. Szép labdakezelést láthattunk. Nuriyev. Egysel jobbra megy, Nuriyev még mindig nála. Most fog lőni egyet, és Pása látta, érezte, meg sem mozdult. Félhalottan szerelt. Tita. Titanic. Földre került. Titanic. Elkapták a bokáját Titanicnak, ide hallottuk a roppanást, recsenést, és jön Jóska. Mentős Jóska jön, és ott van. Titanic földre került. Titanicot leviszik a kis csónakkal, víz alatti hajóval hazaviszik, és saját szigetére megy, mert király, a szöglet király Titanic. Tapsoljuk meg Tatinec Mikolaj! Kívánunk neki minél hamarabb gyógyulást. A pályán 19-essel Denis Kurilenko. 5 perc maradt hátra szöglet. Száll a szöglet befele, Pása lássa. Hagyta, de bravo. Pása lássa, a labda mellé megy, kirúgás, 5 perc maradt hátra. 3-0-ra vezet a Beregszászi csapat. A munkácsiaknál a labda, ők irányítják most, megengedtük, boldog, passz, a 20-as szám azt mondja, hadd legyek lesen, a partjező boldog, felemelte a zászlót, kipróbálta, hogy mozog-e a keze, mert már majdnem 15 perce semmit nem csinál, csak áll, hátulról pedig leköpködik maggal, és akkor, de nem baj, kiviszi a centrifuga, kirúgás, szabadrugás, elvégezte. Gyönyörű labda Lucának, 45. támadás, Luca, középre, gyere, és Koutun, nem, utolérje, beteszi magát, 4-esbe, forma 1-be, ott van Schumacher a keresztapja, tessék megnézni, mit mivel Koutun, még mindig nála a labda, most adja a labdát, ott van, és nem! Hicska volt az! Kirúgás, és a bíró azt mondja, most már veszek egy kis mély levegőt, és következik a finis, a fügy, és a Beregszászi csapat győzelemmel fejezi be a megyei labdarúgó bajnokság utolsó mérkőzését itthon hazai közönség előtt is jövőre. Jövőre még erősebb lesz a csapat, és sokat látunk, sok feladatot kap, pontosabban meccsoda a gyönyörű labdakezelés, és Bukszár bombáz bele egy óriási nagyot, és ott a labda, és megemelik a labdát, de nem, munkát, csak ott a labda, és még mindig ott van, gyere Denis, nem, átemelik Denisen, ott is átemelik, és jönnek a munkácsok, és támad a munkács, és Nuriyevnél a labda, és mondd negyen jobb oldalra, odaadja a labdát, hol vagy boldog, te szerencsétlen, de már a labdát elvettük. Bukszár, Ecsel, jaj, de gyönyörű volt, Bukszár! Mit csinált megint? És csak átadja a labdát, boldoghoz kerül a labda, boldogtalan már támad, mit veszük a labdát, Bukszár, becsúszó szerelését emelji, sarkal Bukszár! Mit művelnek a Beregszáziak? Tapsol a közönség!
10 000 ember, boldog a beregszázi csapat, megnyeri ezt a mérkőzést, a bíró is jelzi, és vége, vége, győzött a beregszázi csapat, megvertük a munkácsot, 3-0-ra itthon, Titanic, Koutun és Vissza góljaival. Закончился областной чемпионат Закарпатья. Это была последняя игра домашней команды Берексас со счетом 3-0. До свидания. Viszontlátásra, viszonthallásra.